videót veszek föl. Nézd az evét. Jó, mindjárt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a februári összegzésem lesz. Nem mondanám, hogy februárban elvesztettem így a lendületemet olvasás terén, csak nagyon átmentem hangos könyvekre, meg volt egy könyv, ami teljesen keresztbe vágta a terveimet, úgyhogy végül is két hangos könyvet hallgattam végig, kiolvastam egy könyvet, plusz egy fél hangos könyvet, mert az egy ilyen gigahosszú könyvnek volt a hangos könyve, és igen, és sok minden volt februárban, úgyhogy nagyjából ez volt az idei, ez a e-havi termés. Úgyhogy akkor nézzük is, hogy mik voltak azok a könyvek, amiket februárban olvastam ki, csak a címek miatt gyorsan puskát kell nyitnom, mert a két hangos könyv, amit befejeztem, azok főleg azért is folyottak most így nagyon jól, mert erről szerintem nem beszéltem mindig, szóval szeretem Taylor Swift zenét, és fogunk majd menni a koncertjére, és emiatt nagyon belementem, vagy belelendültem az ilyen barátságkarkötő készítésekbe, úgyhogy ilyen feleslegesen nagy mennyiségű barátságkarkötő készítésbe kezdtem így a hétvégéim során, úgyhogy karkötőzés közben meg ugye nem annyira lehet olvasni, tartani a könyvet, meg füzögetni a gyönyöket, úgyhogy ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy hangos könyvezzek, emiatt elkezdtem Sally Thorne-tól a The Hating Game-et, ami gyűlölöm, hogy szeretlek, vagy valami ilyesmi magyar címe van. Ez a kötet arról szól, hogy két munkatárs, akik egy ilyen egyesült könyvkiadó vezetőinek az asszisztensei, ők nagyon utálják egymást, és igazából egy ponton ez az utálat elkezd így átfordulni abból, hogy kicsit jobban megismerik egymást, és rájönnek, hogy hát lehet, akkor mégse utáljuk egymást annyira, mint gondoltuk, és ami nekem ilyen full váratlan volt, én ezt a könyvet nagyon régen lementettem, hogy el akarom olvasni, azóta már film is jött ki belőle, amit egyébként még nem láttam, de majd lehet, akkor ezek után megnézek, hogy így bejelöltem a könyvet, hogy elkezdtem hallgatni, és így megláttam rajta az erotikus címkét. Mondom, úristen, na jó, ebben most nagyon beleválasztottam, de hát mindegy, csak túlélem valahogy, hogy erotikus könyvet hallgassak. Ami meglepő fordulat volt számomra, hogy ugyan a szokásos ilyen melbimbók meg anyám kínja a dolgok benne voltak a könyvben, az explicit szex jelenet nem is volt annyira explicit. Tehát, hogy én itt ilyen durvább dolgokra fel voltam készülve, hogy majd teljesen cringe-elek hallgatás közben, ahhoz képest a jelenet maga, ahol az aktus maga részleteiben megtörtént, le volt írva, de úgy volt leírva, hogy így távolról. Mert hogy nem voltak ilyen... Én azt nem szeretem nagyon, amikor konkrétan így részleteibe belőle, nem tudom, belemennek, hogy mi, hova, hogyan, miként. És arra egyrészt borzasztó szavaink is vannak szerintem, tehát hogy már a szavak maguk ilyen kiráz a hideg tőlük, amikor meg így még a jelenet le van írva, akkor meg végképp. És ez a jelenet szerintem kicsit jobban talán így az érzelmi oldaláról volt megközelítve, mint a testi oldaláról, és azok nekem sokkal jobban fekszenek, mert kevésbé cringe-ek, vagy kevésbé rász ki tőlük a hideg, hogy nem tudom, hogy a fura. Úgyhogy nekem az akkora meglepetés volt, hogy ebben a könyvben a szex jelenet nem akasztott ki. Jó, meg amúgy erotikusnak van mondva, egy darab ilyen szex jelenet volt benne, a többi az csak ilyen semmi extra. Tehát mindenki ruha maradt egyébként a többi, és nem volt több erotikus jelenet így benne, szóval, hogy ahhoz képest, hogy rajta van a címke, nem volt valami nagyon végig más, minden második fejezetben csináljuk könyv. Ami néha kicsit idegesítő volt, hogy a csaj benne így annyira hú-hú, tehát, hogy jó, nyilván egy romantikus könyvet elkezdesz olvasni, amiben az a sztori, hogy hát ők utálják egymást, akkor azonnal tudod, hogy aha, tehát ők igazából nem utálják egymást, tehát ezt te, mint olvasó, valószínűleg tudod előre. De a csaj szemszögéből volt írva a könyv. És néha annyira fájdalmasan nem vette észre, ami az orra előtt volt, hogy így Jesus, de tényleg egy pillanat ki kell kapcsolnom a sütőt. Ezt leszámítva egyébként jó volt a könyv, úgyhogy így tökre élveztem. Nyilván ebbe is megvolt a
nagyon, ugye a kicsi, a alacsony, a nagyon a csaj, a csávó meg nagyon magas, és nagyon kigyúrt, ami kicsit kezd kicsit így, hogy minden romantikus könyvben valamiért ez van. Tehát az ennyire nincsen sok pici lány, meg ennyire magas pasi, szerintem, de mindegy, jó, engedjük el. Meg amúgy viszonyítás kérdése, hogy hol mi számít kicsi, vagy hogy mihez képest mi a kicsi, meg mi a nem, de mindegy, na. Ne menjünk ebbe bele, csak már tényleg ugye az összes elihéző a vútban is ez van, mindig ez van leírva, hogy meg mekkora a csávó, tehát hogy így ez kezd kicsit ilyen sok lenni, oké? Okay? Tehát átlagos méret, átlagos magasságú emberekkel is lehet dolgozni, na. Jó. A másik hangos könyv az igazából ilyen mi van fönn scripten kategória volt, mert még mindig karkötőztem, és kellett valami, amit hallgatok, meg így félig meddig becsatlakoztam Andersen a romantikus rítatonyába, amit aztán nem fejeztem be, mert jött egy könyv, ami keresztbe húzta a számításaimat, amiről majd mindjárt beszélek. Szóval elkezdtem, mert hogy a Hating Game-et előbb kezdtem, szóval azt nem tudtam beszámítani. Úgyhogy igazából amit be tudtam számítani, az ez a My Mechanical Romance című volt, ami ilyen ifjúsági romantikus könyv volt középiskola végén, és a lényeg, hogy a két narrátoros volt, meg két szemszögös, és a csaj az így elváltak a szülei, és akkor új iskolába került, ami ilyen nagyon elit magániskola, és van nagyon menő robotika szakkörük, ami ilyen, hát versenyekre is, ilyen robotharcos versenyekre is járnak. Valamiért ezen a könyvön rajta volt a science fiction vagy a fantasy címke, úgyhogy írtam is a Moynak, hogy amúgy erről ezt így szedjétek már le, mert nem tudom, ki rakta rá a fantasy címkét, de hogy egyedül annyi történik a könyvben, hogy középiskolás gyerekek robotokat építenek, ami szerintem nem számít fantasynak, na. Semmi fantasy nincs benne, ez egy tök normális kortárs ifjúsági regény, tehát még a science fiction is olyan, hogy abba se tartozik bele, mármint én nem értek ennyire a science fictionnek mi számít, de hogy ez biztos, hogy nem számít annak. Csak azért, mert robotok vannak benne, mert nem olyan robotok vannak benne azért. Tehát itt ilyen, arról szól a könyv, hogy kiderül, hogy a csajnak nagyon jó érzéke van a robotikához, de hogy amúgy soha nem tanult ilyet, és így próbál beilleszkedni ebbe a szakkörbe, meg ebbe az új iskolába, közben nyilván a robotika szakkör vezetőjével egy ilyen bumpy kezdet után egész jól összhangba állnak, és tehát egy ilyen középiskolás felnövés történetszerű gyakorlatilag az egész sztori, nyilván van benne egy romantikus szál is, amit nyilván már az elején kitalálsz, hogy mi lesz. Ja, van benne egy ilyen, ami ilyen szerintem annyira tipikus amerikai, mert hogy Amerikában nagyok a távok, hogy ha az egyik iskolába kerül be, a másik meg nem kerül be abba, hanem csak mondjuk egy másikba, ami az ország két felén van, akkor ugye úristen távkapcsolat. Erről is van benne szó, hát meg amúgy Los Angelesben játszódik, szóval mindenki rohadt gazdag benne a gyerekek közül. Szóval ilyesmi. Amúgy cuki volt, tehát hogy nem volt vele semmi bajom. Nekem nem volt semmi extra egyébként, ez a hangos könyv egy ilyen ifjúsági romantikusnak elment. Így egyszer elolvasni, valószínűleg nem fogom többször meg újra. De amúgy cuki volt. Meg érdekes volt ez a, ugye, hogy mint lány, és akkor robotika, és volt benne egy csomó szó arra, hogy mennyire a lányokat így lenézik ebben a körben. Ami még mindig 2024-ben is egy probléma ezek szerint, vagy egy fennálló dolog. Következő, a könyv, amit befejeztem, és ezt is még előtte kezdtem el, csak aztán a hangos könyvek jöttek, szóval szegényt nagyon sokáig olvastam, nem azért, mert rossz volt, ez Besenyei Gábortól a Kopj le, jó fiú, ami a könyvekképző kiadótól volt recenziós példányom, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm. Besenyei Gábortól nagyon régóta szerettem volna olvasni, a többiek már nagyon felhájpolták nekem, és ez a könyv arról szól, hogy négy középiskolás srác nagyon szenved azzal, hogy csajozzanak, mert hogy nem a menő gyerekek közé tartoznak, és hát ők ugye jó fiúk. Úgyhogy eljön az a pont nekik, hogy akkor többé nem lesznek jó fiúk, és elkezdenek olyan igazi seggfejek lenni, és így megpróbálnak csajozni. Igen, nem? Csak ugye azzal, hogy gyakorlatilag tök más személyiséget alakítanak ki maguknak annak érdekében, hogy bizonyos lányok figyelmét felkeltsék, elkezdik rosszul érezni, vagy hát a narrátorunk elkezdi rosszul érezni magát a bőrében, és ilyen nagyon sok érdekes témát felvet a könyv, így a
párkapcsolatok kapcsán középiskolában, meg ahogy ez az egész, hogy hogyan tudsz közeledni valaki felé, az elutasítások, az, hogy középiskolában mennyire könnyen meg tudjuk alázni egymást, és ilyen-olyan témák, bullying. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon sok témával dolgozik a könyv. Alapvetően amúgy én azt hittem, hogy ez ettől romantikusabb lesz, de nem, de van benne egy nagyon cuki romantikus szál is, ami cuki. Csak a narrátorunknak, Cornélnak így végig kell menni egy ilyen szakaszon, hogy jó fiú, de az a nagyon jó fiú, és akkor így szépen átmenjünk a teljes, totál seggfej viselkedésbe, és akkor így rájön, hogy lehet, hogy ez annyira nem működik. Mégsem. Így visszaemlékezve az én középiskolás tapasztalataimra, azt tudom mondani, hogy én nagyon máshogy éltem meg a középiskolát szerintem, mint ezek a srácok, de nyilván ugye ez mindenkinek tapasztalat kérdése. Én egyrészt nem is voltam erre a pasizós témára így rágörcsi, jó, nyilván ugye én a másik oldal vagyok, de hogy pont arra ment ki a regény, hogy mindkét oldalnak ugyanolyan nem egyszerű dolga van. Tehát, hogy jól tudom, erre 10 évesen rá van feszülve azért az ember, hogy úristen. Meg lehet, hogy olyan szempontban nálunk is voltak ilyen nagy menők, tehát nem azt mondom, hogy nem, de lehet, hogy a sok éves testvéri tréning itthon, ilyen testvéri szekálás szempontjából megedzett annyira, hogy amikor nekem bepróbáltak szólni középiskolában, én azt tudtam, hogyan kell kezelni. Videót veszek föl. Nézd. Jó, mindjárt. Szóval én ezt ilyen szempontból tök másként éltem meg, de azért láttam én is dolgokat, hogy történtek, csak én mindig ilyen kívülálló megfigyelő voltam szerintem inkább ilyen esetekben, de láttam hasonló mintázatokat, mint amik ebben a könyvben felbunkadtak, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon tudom ajánlani, és amúgy annyira szép, nekem nagyon tetszik a borítója is ennek a könyvnek, úgyhogy nagyon jó volt, és örülök, hogy végre olvastam Besenyei Gábortól, úgyhogy remélem lesz dedikálás könyvhétem, mert akkor viszem. Na és hát a feledik könyv, amit igazából nem fejeztem be a hónapban, de voltunk Harry Potteres kvízen, és nagyon rákészültünk, hogy újraolvassuk a könyveket, úgyhogy én bevállaltam az 5., ami a leghosszabb, ami nagyon ostoba döntés volt részemről, mert még a hangos könyv is 30 órás belőle, és másfeles sebességen hallgattam, és úgyis csak a feléig jutottam, mire mentünk, úgyhogy igen, a Phoenix rendjét olvasom éppen, folyamatban van, ez nem tudom, harmadjára, negyedjére, szóval nem egy újdonság, csak most hangos könyvezem. Igen, úgyhogy ezt igazából még nem sikerült befejeznem februárban, majd szép komótosan hallgatom, mert giga hosszú ugye ez a könyv, nem vagy 800 oldal, ugye? Ja. Úgyhogy ezt nem is most fizikaiban nem tudtam volna olvasni, így hangos könyvben, buszozás közben egész jól pereg. Úgyhogy ezt majd így márciusban újra fogom mondani, de hogy ez volt még, ami így a romantikus readathon közepébe belevágott, és akkor átmentem erre. Az már más kérdés, hogy végül kiderült, hogy a könyveket rohadtul nem is kellett volna olvasni az a quizhez, mert kb. Csak filmes kérdések voltak, vagy filmből megválaszolható kérdések, mindegy részletkérdés. Úgyhogy ez volt az, ami így keresztbe húzta a számításaimat februárban. Úgyhogy én ezeket a könyveket olvastam ki a hónapban, kommentben írjátok meg, hogy ti miket olvastatok, és esetleg azt is, hogyha voltatok romantikus readathonon, meg hogy annak a teljesítése, hogy sikerült, mert az enyém az így annyira nem, a nem olvasós pontokkal tök jól álltam, de így csak egy könyvet olvastam, és minimum 2 kellett volna, úgyhogy ez van. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.